Kecskemét város fennállásának 650. évfordulójának alkalmából lehetőséget kapott néhány diák, hogy a híres mesterségeket megtekinthesse, kipróbálhassa. Csütörtökön Hanga István órásmester óragyűjtő mutatta be a gyerekeknek a gyűjteményét. A tanulók figyelmesen hallgatták az előadást a több mint 200 éves órákról és azok működéséről. Azonban nem csak arról volt szó, hogy hogyan, miket gyűjt a mester, ugyanis a diákok az óraszámlap mögé is betekintettek. A gyerekek számára a legnagyobb élvezetet mégis az okozta, amikor a katolikus templom órájának életnagyságú mássából egyenként kikukucskálhattak. A program utolsó állomása Tarabcsik Sándor könyvkötő műhelyében lesz. A verseny és ezzel egybekötött tanulmányi túra lezárása a mesterségek farsangja, ahol a gyerekek egy általuk választott mesterséget mutatnak majd be a társaik és tanáraik előtt.